Szép jó estét kívánok, köszöntök minden kedves nézőt itt a képernyők előtt. Csütörtök van, tehát pszichotrillák. Itt van velem dr. Kádár Anna Mária, és a mai témánk nem más, mint a hazugságok, füllentések, szépítések. Egy felmérés szerint egy felnőtt ember hetente 13-szor hazudik. Hogy miért teszi ezt? Vagy hogy egyáltalán mi a különbség a hazugság, a füllentés vagy a szépítés között? Remélhetőleg ezekre a kérdésekre is választ kapunk ma este. Szervusz Anna, köszöntelek! Szia Petra, köszöntöm én is a nézőinket. Mit szólsz, a 13 az sok vagy kevés? Hát szerintem kevés, mert én egy olyan statisztikát olvastam. Azt hiszem, hogy azt mondod, hogy mert én legalább 30-szor hazudok egy héten. Nem, tehát ilyen napi 6. Ami hogyha kiszorozzuk, akkor az egy kicsit több, mint 13 hetente. Napi 6? Hát szerintem, hogyha egybe vesszük a hazugságot, a füllentést, meg a szépítésnál. Tehát, hogy ez egy kicsit árnyalhat a helyzeten. Hát igen, azért sok emberre mondjuk azt, hogy jaj, igen, ha Juli nénitől hallottad, akkor azt el kell osztani 13-mal. Szóval, hogy igen, szépítünk, tehát hozzáteszünk a dolgokhoz, nem mindig úgy adjuk át pontosan, ahogy hallottuk, vagy ahogy tudjuk. Miért tesszük, miért hazudunk, vagy miért szépítünk, miért füllentünk? Nagyon sok oka lehet. Mi különbség van egyébként a három között? Szépítést például gyakran alkalmazzuk akkor, amikor mondjuk egy... olyan élethelyzetben vagyunk, amikor szerelmesek lettünk, és természetesen, hogy a bemutatkozáskor nem az összes negatív tulajdonságokat fogjunk felsorolni, hanem úgy kiszépítjük a saját önbecsülésünk miatt azt a képet, amit el akarunk adni a partnernek, aztán jó esetben ezt úgy szépen le is bontjuk, aztán majd a következő egy-két évben, mert lényegében a hiteles önismerethez, meg társismerethez hozzátartozik az, hogy ne idealisztikusan, hanem úgy a teljes maga valójában legyen ott a partner. Nagyon sokszor ez a szépítés egy kicsit arról is szól, hogy megvédjük saját magunkat helyzetekbe. Például mondjuk reggel elkésünk a munkahelyünkről, és hát a szépítés már egy kicsit a füllentéssel is összemossuk, hiszen elkéstünk, nem azért késtünk el, mert mondjuk pont egy közlekedési dugóba keveredtünk, de lehet, hogy azt mondjuk, mint hogy bevállaljuk azt, hogy hát az ébresztő órát még kétszer kinyomtuk, mert hát... mit tudom én, hosszú volt a hétvége, és nem igazán tudtunk felkelni, tehát hogy a késést önmagát nem tagadjuk le, de hogy az okát azt egy kicsit úgy átformáljuk. Mondjuk ez tartozik szerintem a füllentés kategóriába. Igen, ezt akartam mondani, hogy ez már füllentés. Igen. Mert a szépítés azért ennél megint ennyibb, tehát megint más helyzetekbe használjuk. Az a dolgoknak az elhallgatása. Igen. Igazából, amikor nem vállalom fel azokat a akár árnyoldalakat, akár tulajdonságokat, akár véleményt, tehát hogy nem mondok semmit azokról, hanem elmondom inkább azt a részét, ami vállalhat a füllentés, amikor szerintem a történetben van egy elem, amit egy kicsit úgy kikozmetikázok, vagy akár helyettesítek, és a hazugság az már egy jóval céltudatosabb dolog, amikor mondjuk a teljes történetet átírom, vagy mondjuk egy hamis indokot mondok, vagy letagadok valamit, tehát hogy az intellektuálisan is szerintem egyik legnagyobb teljesítmény, ezért nem tudnak a gyerekek hazudni, tehát hogy nem olyan könnyű egy hazugságot felépíteni, egy jó hazugságot. Igen, tehát ezt akartam mondani, hogy a szépítés és a füllentés azért egy ilyen, hát hogy is mondjam, hogy ne értsük félre ezt a dolgot, egy ilyen pozitívabb kategóriába tartozik, de ezt az emberek úgy elnézik, elmosolyogják, hát füllentett, hát igen, kiszínezte egy kicsit a történetet, de a hazugság az valahogy egy ilyen kőkemény, negatív fogalom, ő hazudott, szembe hazudott engem, tehát egészen mást állított, mint a valóság. És azt mondod ugye, hogy a gyerekek nem hazudnak. Igen, egy bizonyos korig, aztán elért kezünk ahhoz az időszakhoz, hogy például az én 2 éves kislányom is, hogyha netalántán nem tudom, kiborul a földre valami, és megkérdezem, hogy ki volt ez, azt mondja rögtön, hogy a kutya. Tehát rögtön, pedig 2 éves, és elmosolyogja valóban, de már 2 évesen ő kikalkulálta, hogy akkor a kutyára rá lehet ezt a dolgot fogni. Tehát igen, ez egy ilyen füllentés, de nem egészen tudatos, de már a tudatosság felé visz el minket. A gyerekek aztán később, igen, való igaz, hogy önmaguk megmentéséért, nem én törtem el, nem én vertem le. Igen, ott voltam, aztán a kamaszkorban egyre súlyosabb hazugságokba akár belefolynak. Hol tudjuk ezt megakadályozni? Vajon meg kell-e, belefér
mennyire ez az életünkben hozzátartozik-e, ki kell ebből neveljük. Az én édesapám például nagyon nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy mindig igazat mondjunk. Tehát ő mindig azt mondta, hogy a hazug embert ugye előbb utolérik, mint a sánta kutyát, és hogy higgyem el, hogy nem fogok annyira kikapni, hogyha elmondom az igazságot, mint hogyha hazudok még pluszba ráadásul. Nagyon érdekes a gyerekeknél, hogy kezdetben a valóság meg a fantázia az egy síkon helyezkedik el. Tehát, hogy nem igazán tudják elkülöníteni ugye azt az igazat, ami valójában megtörtént, mint amit ők mondjuk elképzeltek vagy fantáziáltak, például akár az álmok esetében is. Amikor például a gyerek azt mondja, hát anya nem tudott, hát ott voltál az álmomban velem. Tehát hogy úgy érzi, hogy az is a realitás. Na most ebből a szempontból a gyereket nem nevezhetünk hazugnak, hiszen akár mondhatjuk azt is, hát a képzeletbeli barátja kapcsán is mondjuk hazudik. Neki az valóságos, mert ő megélte. Ugye a varázsmesék korszakában, amikor kialakul ez a kettős tudat, ez a 4,5 éves, 5 éves korban már le tudja választani a két síkot egymásról, tehát ekkor kezdi el megtanulni, és igazából hát úgy kisiskolás korban tud felépíteni egy ilyen konstans, koherens hazugságot, hiszen a példa, amit mondtál ugye a kislányodról, ott egy elemet mondott csak, de hogyha például mondjuk egy gyerek azt akarja mondani, hogy mit tudom én, hol volt és kivel, és hogy hogyan töltött el a teljes délutánját, ahhoz egy ilyen koherens struktúra kell. Igen. Tehát, hogy már tudna hazudni, de mégse tud, mert igazából egy gyerek nem tud figyelni a nonverbális kommunikációjára. Tehát, hogy az az érdekes, hogy gyerekként mindannyian szerintem voltunk olyan helyzetben, amikor megkérdeztük saját magunkat, de hogy honnan jöttek rá a szülők, mikor begyakoroltad úgy magadba, elmondogattad, nem tudom hányszor, és egyszerűen az, hogy nem tud ugye a szülő szemébe nézni, tehát nem bírja a szemkontaktust, kitágulnak a pupillái, össze-vissza mozog, izeg, és ugye azok a tipikus hazugságjelek, amik akár felnőtteknél is megjelennek, de hogy a gyerek egyáltalán nem tudja kontrollálni, ez a, ugye az orvakarás, a fül megérintés, a száj, mondhatjuk, meg akár ez a fél mosoly. Igen. Mondhatjuk egyébként azt, hogy például a füllentés és a hazugság között az egyik legnagyobb különbség az, hogy milyen tehát milyen ereje van ennek a dolognak? Tehát például füllentek, hogy elkéstem ugye azért, mert, vagy füllentek, hogy leverte a kutya, mert tudom, hogy hát nyilván ezért nem lenne baj, de hogy a hazugság az már valami sokkal csúnyább dolog, tehát valami olyan dolgot rejtegetek, ami tudom, hogy nagyobb dolog. Tehát mennyire mély az a probléma? Hogy ebben is állhat a különbség a kettő között? Igen, akár, és hogy visszatérve a serdülőkre, hogy ez is benne volt a másik kérdésben, hogy hogyan lehet elkerülni azt, hogy a serdülő hazudjon, és erre Popper Péter adta meg szerintem a legfrappánsabb választ, ne kérdezzük, mert hogyha nem kezdjük el, mint a rendőrségi kikérdezésre, hogy hol voltál, mit csináltál, stb., mert lehet, hogy nem szeretné elmondani, ugye a serdülőkorban már jóval inkább meg szeretnénk húzni a saját én határainkat, ott már vannak titkaink, stb., és hogy nem biztos, hogy mindent meg akar osztani a gyerek velünk, és ez egy hatalmas frusztráció toleranciát igényel a szülő részéről, kibírja, hogy ne kukucskáljon be a gyerek naplójába, hogy ne nyomozzon utána. Nagyon érdekes eset volt, az egyik pedagógus kollégám mesélte, hogy addig tartotta nagy előadásokat a leválásról, meg a gyerek kamaszkoráról, aztán amikor először elment a lánya egy ilyen kamaszbuliba, akkor osont utána, és hol bokornak álcázta magát, hol bebújt egy fa mögé, aztán utána mondta, hogy elszigyelte magát, és egyszerűen úgy feldolgozta, hogy igen, most már a gyereke életében nem lehet teljesen jelen, és ki kell bírja azt, hogy lehet, hogy 7 hét múlva fogja elmondani, lehet egy év múlva, lehet, hogy soha, és hogy ez is teljesen rendben van, ez nem hazugság, hanem hogy igazából felnőttként és akár egy partner kapcsolatban is meg kell értenünk azt, hogy a 7. ajtó az csukva marad. Tehát vannak olyan titkaink, olyan dolgaink, ami annyira a mi intimitásunk része, hogy az nem hazugság, hogy nem mondom el neked, hanem egyszerűen azt szeretném önmagamnak megtartani, és ez így teljesen rendben van. Valljuk be, hogy az életünk összetartozik mind a három. Tehát akármennyire egyenes embernek tartjuk magunkat, akármennyire hisszük azt, hogy aztán ami az én szívemen az a számon, és én sose hazudok, és elmondom, biztos, hogy kerülünk olyan helyzetbe, amikor ezek a dolgok megváltoznak, vagy abban a pillanatban jobbnak látjuk. Milyen olyan helyzetek vannak, ahol ideális
egy hazugság. És akár itt gondolok arra, hogy például egy orvos szempontjából, aki olyan betegekkel kell közöljön dolgokat, akiknek esetleg mondjuk nem sok van hátra. Mennyire fér bele az, hogy szépítsen, hogy füllentsen, hogy esetleg hazudjon? Hallunk ilyen csoda történeteket, hogy a bácsi rákos volt, áttétei voltak, mondták, hogy megműtötték, látták, hogy mindenhol áttét van, visszazárták, nem tudtak hozzányúlni, és azt mondták neki, hogy na, tessék hazamenni, és a bácsi abban a tudatban, hogy őt megműtötték, meggyógyult, hazament, és 2 hónapot se jósoltak neki, de 2 év után visszament, hogy még ugyanúgy tesz-vesz a kertbe, és minden rendben. Tehát, hogy mennyire játszhatunk azzal, hogy akár a gondolkodásában, tehát ne áruljuk el a teljes igazságot, mert lehet, hogy a gyógyulásában mondjuk nem segítjük előrébb. Igen, ez mindig egy nagy dilemma, hogy egyáltalán kell közölni a diagnózist, nem kell közölni, hogy kell közölni. És erre ugye a legjobb válasz az, hogy te meg kell ismerd annak az embernek a történetét, és tudnod kell, hogy mit akar hallani. Tehát, hogyha 5-10 percet beszélgetsz vele, akkor meglátod azt, hogy az ő védekező mechanizmusa ilyen. Ilyen vagy olyan. Például, amikor annak idején diákként az onkológián gyakorlatoztunk, akkor egy kórteremben volt olyan néni, aki azt mondta, hogy hát itt tudja mindenki, rákos, de ő meg van hűlve, tehát hogy őt hétvégén kiengedik, mert ő csak meghűlt, és most pont ide hozták be. Mellette feküdt az a biológia tanárnő, akinek az éjjeli szekrényén kb. 20 könyv a diagnózis kapcsán. Na most, hogy a biológia tanárnőnek kezdte volna el az orvos szépítgetni, vagy mondogatni más, mint amit ő is már tudott, sőt utána járt, azért teljesen tévút lett volna, mint ahogy mondjuk a nénit is most akkor felvilágosítani, hogy néni, akkor most tessék ha megtudni. Tetszik, ha nem, nincs meghűlve, igen. És ugye ezt egy családnak is kell tudni, tehát hogy ott van a gond, amikor már az, akiről szól a történet, ő már tudja, és mondjuk az egész család eljátsza előtte a színjátékot, és nem ad lehetőséget mondjuk az elbúcsúzásra, vagy akár arra, ami a betegnek az igénye. Tehát, hogyha ő azt szeretné, hogy igenis konkrétan beszéljünk a dologról, és ő tudja a diagnózisát, és tudja, hogy mi fog következni, akkor az úgy teljesen rendben van, hogyha a család is megfelelőképpen viszonyul, akkor van a gond, amikor tényleg valami olyasmit hazudnak, ami nem feltétlenül úgy van. De hogy akár egy diagnózis közlése esetében, és lehet látni azt, hogy van, aki például teljesen szárnyakat kap, attól, hogy ugye akár egy halálos diagnózis közölnek vele, mert akkor aktiválódnak ugye a megküzdési mechanizmusai, és van, akinek tényleg a tagadás segít, mert hogy ő egyszerűen nem tud megküzdeni, tehát hogy nem ezt a problémafókuszú megküzdést választja, hanem az érzelemfókuszú megküzdést, tehát hogy ez minden történet esetében más. Itt említettem az előbb, hogy inkább egy ilyen pozitív csoportba tenném a füllentést és a szépítést, de akár feltehetjük a kérdőjelet, hogy igen, a szépítés az nem egy olyan rossz dolog, nem egy olyan egetrengetően rossz dolog, mint akár a hazugság, de hogy folyamatosan, vagy így élni, vagy ilyen típusúnak lenni, az azért okozhat problémákat. Tehát nekem erről mindig az jut eszembe, hogy a férjem megkérdezi, hogy és ez a cipő mennyibe kerül, és akkor mondom neki, hogy 24 le, és azt mondja, nem, ez 24 le, 99 Bani Petra. Tehát, hogy én azért ezt például én ebbe szeretek szépíteni. Igen, és hogy ez így hosszú távon, mondjuk ez tényleg egy apró dolog, de ha minden mondani valunkat, akár egy fokkal is, de mindig megszépítjük. És mindig egy kicsit más, hogy mondjuk, azért ez is egy idő után az embereknek feltűnik, és nem feltétlenül bíznak abban, amit mondunk. Mert hiába mondjuk azt, hogy igen, Marci megérkezett, mert tudják, hogy jó, Marci 5 perc múlva fog megérkezni, csak mit tudom én, Julcsi már így mondja. Igen, tehát hogy attól függ, hogy mi a dolgoknak a következménye. Uh-huh. Mert az, hogy te például a férjeddel kommunikálsz, és ő már a mosolyodból tudja, hogy hát az a 99 Bani, azt még hozzá kell számolni a történethez, vagy hogy ugyanez a mondat, hogy ezt már rég vettem, hogy akkor az mennyire rég volt, tegnap, vagy múlt héten, vagy ezelőtt egy hónappal, tehát hogy olyan, mint hogy már egyezményesen tudnánk, hogy te ezt akarod hallani, de közben már te is tudod, és én is tudom, hogy ez nem pont így van, és már mosolygunk mondjuk mind a ketten cinkosan a történetben, akkor van a gond,
amikor úgy szépítek, vegyünk egy konkrét példát, mondjuk, hogy megkérdezett, hogy hogy áll rajtad ez a ruha, és mondom, hogy végülis nagyon jó. Én közben azt gondolom, nem annyira. Uh-huh. Hogy ez így önmagában rendben van, hogy én azt mondtam neked, hogy jó, mert hogy azt gondoltam, hogy most nem akarom neked megmondani azt, hogy nem áll jól. Akkor van a gond, amikor én mondjuk szünetbe kimegyek, és elkezdem a többiekkel beszélni, te láthattok te Petra, hogy néz ki? Hát nézzek, hogy áll rajta ez a ruha. Tehát, hogy elmondom, hogy nem úgy gondoltam, és még ki is beszélem a háta mögött, mert abban addig a percig, amíg kettőnk között van ez az egyesség, és lényegében én fenntartom azt a látszatot, mert tudom, hogy te milyen helyzetben vagy, és nem biztos, hogy te most ezt akarod hallani, addig oké. És akkor én nem viszem ki ezt a történetet. Tehát úgy szépítek, hogy valahogy egy jó indulat van benne, de hogyha a szépítés mögött aztán egy kibeszélés, vagy rossz indulat, akkor már nincs rendben. Hát azt hiszem, hogy a házasságoknak elég nagy százaléka egy ilyen szépítésen múlik. Hányszor halljuk azt a példát, ugye, hogy a nők megkérdezik, hogy szívem ez hogy áll rajtam, jól, jól, nem igaz, ugye megint hazudtál, jó, akkor rosszul. Rosszul, tehát hogy semmi se jó, amit mond az illető, ugye pedig próbál szépíteni. Ő mindent megpróbál, hogy azt mondja, amit hallani szeretnénk. Hát vagy van a másik oldal, amikor valaki nagyon-nagyon igazat akar mondani, és mondjuk megmondja, például az én férjem szoktam mondani, hogy mi ez a vérasszonyos ruha rajta. Hogy például neki nem tetszik, és akkor azt mindig tudom, hogy ő azt megmondja, tehát nem fogja nekem azt mondani, hogy jó, ha egyszer nem jó. Tehát, hogy az biztos, hogy van, tehát, hogy létezik ez a két kategória, hogy valaki nagyon nyersen, őszinte, és megmondja minden helyzetben, még akkor is, ha betörik a feje, vagy akár veszekedés lesz a vége, és van az a kategória, aki mindig szépít, vagy egy kicsit árnyalja a dolgokat, mert egyszerűen nem tudja másként tenni, mint ahogy van olyan is, aki elmondja a történetet úgy, ahogy van, vagy megközelítőleg, és van, aki tényleg kiszínezi, és ezért lehet látni akár családi összejöveteleken, hogy ugyanazt a történetet mindenki teljesen másként értelmezi, mert te megmeríted a saját tapasztalataidon és a saját szemüvegeden keresztül látsz rá, tehát hogy mindenki valamilyen szinten szépít, csak ki nagyon keveset, ki nagyon sokat. Uh-huh. Igen, beszéljünk egy kicsit arról, amikor ennek már olyan kézzelfogható következményei vannak, amik már problémát jelentenek, tehát adott esetben ugye a hazugságról, amikor már ezek a hazugságok az életünket változtatják meg, döntésekben sikerülnek félre dolgok, amiatt, hogy hazudunk. És hát beszélhetünk azt hiszem ennek egy betegségéről is, hiszen én például ismerek olyan embert, aki a hazugságai teljes mértékben elhiszi, és abban a hitben él, és nem lehet ebből kiábrándítani. Igen, ez a konfabuláció, amikor kitalálok történeteket, vagy akár tényleg olyan mértékben alakítok át valamit, ami nem fedi a realitást. Hogy mondjuk kitalálok magamnak egy álommunkahelyet, sőt... De már nem tudatos, tehát már nem az van, hogy ő belül tudja, hogy ez hazugság, de így adja elő. Valameddig tudja, de igen. Már annyira... Tehát ahhoz, hogy jól előadja, ő is el kell higgye, hogy lényegében egy kicsit olyan, mint hogyha ebbe a gyereki fantázia meg vágyvilágba menekülne vissza, hogy a valóságban nem tudja teljesíteni a saját álmait, és akkor kitalál magának egy ilyen fantáziavilágot. Akár álommunkahely, vagy akár lehet álompasi is, aki külföldön él, és nagyon elfoglal, de hogy mit tudom én, rózsákat küldözget, és akkor azt mondjuk szintén megszervezi magának, hogy az a rózsa odaérkezzen, meg stb. Tehát egyszerűen egy olyan fiktív életet talál ki magának, ami jó egy ideig, biztos, hogy szorongás csökkentő, meg valamilyen szinten segít ugye a realitásban létezni, hogyha nekem fáj az, hogy mondjuk nincs partnerem, vagy mit tudom én, nincs olyan munkahelyem, amit szeretnék, de egy idő után ez egy teljesen tévút. Mert hogy ezt a látszatot fenntartani biztos, hogy nem lehet sokáig. Ott van például az a Kameleon című film. Szerintem egyszer már emlegettük, ugye, hogy amikor a férfi olyan történeteket mond el a hölgyeknek, ami egyik sem igaz, de tudja, hogy mit szeretnének hallani. Manipuláció céljából, hogy ugye ki szedje belőlük a pénzüket, meg hogy egyáltalán... Na de most ez tényleg egy ilyen nagyon képzelet, de amikor megtörténik, nem tudom, tehát például egy gyereket bántalmaznak kiskorába, és tehát kap hetente egy pofont, és ezt felnőtt korában úgy adja elő, hogy engem minden héten agyonvertek. Tehát ez valahol a szépítésnek egy nagyon komoly változata, ha mondhatom így, vagy nem is tudom, szépítésnek, tehát megváltoztatása a történteknek, tehát hazudik, de ő ezt teljes mértékben elhiszi.
Mondjuk a bántalmazás esetében ez szerintem egy kicsit más történet, mert érzelmileg érezhette ő úgy, hogy, hogy az naponta történt, mert ő annyira benne volt a történetben. Tehát, hogy lehet tényleg olyan módosítás akár az eseményeknek, ami azért, tehát ő azért kerül ilyen nagyon... tehát ilyen felfokozott állapotban, mert én érzelmileg úgy éltem meg, mintha ez minden nap lett volna. Tehát ezért érdekes, ugye, hogy a valóságot, meg a belső megélést, azt nem lehet mindig összefüggésbe tenni, mert valaki ugyanazt a szorongató helyzetet, például gondoljunk csak egy olyan helyzetre, amikor mondjuk tényleg 3 perc telik el, és azt hiszed egy évszázad, mondjuk amikor a fogorvosi székben ülsz, mert azt mondta, hogy egy évszázadot ültem ott, hát ez egy hazugság, de neked úgy tűnt, mintha egy évszázad lett volna, vagy akár mondjuk úgy eltelt, mint egy pillanat, és közben csak egy év volt. Hát az is egyféleképpen szépítés. Igen. Tehát, hogy én belül hogy írem meg ugyanazt a történetet, ez nagyon rányomja a bélyegét arra, hogy egyáltalán hogy mesélek. És igazából lényegében minden mesélés és újramesélés egy szépítés. Mert hogy az, hogy én egy koherens narratívába teszem a történeteimet, az mindenképpen befolyásolja ugye az, hogy én hogy értelmezem, ami megtörtént. Mert ugye Gabriel García Márquez mondja, hogy az élet nem az, amit átéltünk, hanem amit elmesélünk, és ami eszünkbe jut arról, amikor mesélni kezdünk. Tehát, hogy akár a saját önbecsülésünk, meg a saját énképünk védelme érdekében, mondjuk nem azt mondom el, hogy akkor felsültem egy vizsgán, hanem most pont olyan tételt adtak, ami senkinek sem sikerült. Tehát, hogy milyen kontextusba ágyazom be ugyanezt a történetet, hogyan magyarázom meg a kudarcaimat, sikereimet. És itt milyen érdekes, hogy a sikertörténet az mindig rólam szó. Hát én annyira ügyes voltam, meg okos voltam, meg a helyzet magaslatán, és amikor kudarc ér, akkor már ennek a külső tényezők, az időjárás, a fáradtsága, nem tudom mi. Tehát akkor már soha nem én vagyok. Tehát azt már ott nagyon hajlamosak vagyunk kiszépítgetni, hogy az önismeretnek az egy nagyon nagy fokú, tehát hogy ez egy magas önismeretre val, amikor valaki a saját hibáit, saját tévedéseit, kudarcait fel tudja vállalni, és azt mondja, igen, én voltam ezért is a felelős. Mint ahogy akkor gondolom, és én lassan lejár a műsoridőnk, úgyhogy ez az utolsó kérdésem, és csak röviden akkor válaszolj rá, hogy mint ahogy akkor ezek szerint az is bátorság, hogyha például bevalljuk, hogy hazudtunk, vajon mindig be kell valljuk azt, hogy hazudtunk, tehát be kell ismerjük, vagy van, amikor nem muszáj? Hát attól függ most, hogy ki hogy gondolkodik az igazságról, vagy akár abszolút igazságról. Én azt gondolom, hogy mégiscsak vannak olyan történetek, amiket jó, hogyha megtartunk saját magunknak. Persze, az is egy bátorság, amikor kimerek állni, és azt mondom, hogy igen, eddig így gondoltam, ezt csináltam, most már teljesen másként látom. Ez szerintem helyzetnek a függvénye, kapcsolatoknak a függvénye. Megbírja egyáltalán az a típusú kapcsolat azt, hogy én most ráruházzok egy nagyon nagy igazságot, vagy inkább jobbnak látom elhallgatni. Tehát ez szerintem mindenki az itt és mostban tudja eldönteni. Na hát akkor Anna, azt hiszem kiderítettük, hogy egy felnőtt ember egy héten 42-szer hazudik, és nem 13-szor, hiszen napi 6 az átlag. Én azért remélem, hogy nem így van, és Anna tudja rosszul. Minden esetre a szépítés és a füllentés helyzetekben belefér. Reméljük azért nem folyamodnak a nézők sok esetben a hazugsághoz, ha pedig igen, akkor gondolják át, hogy érdemes-e egyáltalán, hiszen a hazug embert előbb-utól érik, mint a sánta kutyát. Köszönöm szépen a figyelmüket, köszönöm Anna, hogy itt voltál velem. Én is köszönöm a beszélgetést. Viszontlátásra. Viszontlátásra.